Sziasztok, Csernyés Anna vagyok, pszichológus, képződő család és párterapeuta, és azért vagyok ma itt, hogy a kiközösítésről, illetve a beilleszkedési nehézségről beszéljek nektek, ami egy nagyon-nagyon fontos téma a hallássérült gyerekeknek az esetében. Én magam is hallássérült vagyok, így születtem, illetve korán kisgyerekkoromban szereztem az egyik fülemre a sérülést. Bal fülemre egyáltalán nem hallok, a jobb fülemen pedig 40-50%-os hallásvesztésem van, úgyhogy én is nagyon sok mindent átéltem azzal kapcsolatban, hogy nehéz beilleszkedni, nehéz megtalálni azt a kommunikációs formát, ami nekem és egy nagyobb csoportnak is jó, és igyekezni fogok ezeket a tapasztalatokat is becsatornázni ebbe az előadásba. Nagyon sok mindent lehet mondani erről a témáról, és nagyon sokatokat biztosan az érdekel a legjobban, hogy mit lehet csinálni abban a közösségben konkrétan, osztályban vagy óvodai csoportban, ahol a gyereketek jelen van a mindennapi életében. Pszichológusként elsősorban azokra a dolgokra fókuszálok, elsősorban azzal foglalkozom, amit a gyermek tud megküzdési módszerként használni, illetve ahogyan te tudod ebben a megküzdésben segíteni a gyerekedet. Ezek a módszerek és gondolatok olyanok, hogy egy osztályba is be lehet őket hozni. Ennek mentén lehet, hogy tudtok beszélni a gyerek pedagógusával, tanáraival arról, hogy mi lehet a fontos egy beilleszkedés segítése során, de az már egy másik előadás lenne, és egy másik fejezet ebben a kiközösítés témában, hogy pontosan egy pedagógus mit tud tenni a gyerek beilleszkedését segítve. Nagyon sokan meg tudunk fogalmazni negatív célokat, azaz olyan célokat, hogy valamivel kapcsolatban nem szeretnénk, hogy megtörténjenek, nem szeretnénk, hogy kiközösítsék a gyerekünket, nem szeretnénk, hogy rosszul érezze magát. Ez az előadás pozitív célok köré épül. Szerintem az egy jó és megvalósítható cél lehet, hogy a gyermek nagyjából biztonságban tudja magát érezni az emberi kapcsolataiban, azt tudja érezni, hogy kérhet dolgokat, jelezhet dolgokat, illetve tudja érteni azt, hogy hogyan működik az ő hallássérülése, hogyan működik ő társaságban. Azaz, hogy tudjon magában bízni, és tudjon a világban és más emberekben is bízni. Körülbelül így erre fog így kiukadni ez az előadás, és egy fontos jelszava a kíváncsiság lesz. Az egyik legfontosabb fogalom, amiben így elkezdeném ezt az előadást, az a kötődés fogalma. A kötődést ezt nagyon sokat használjuk. A mindennapunkban főleg így azt értjük alatta, hogy egy kapcsolat mennyire intenzív, mennyire szoros. A pszichológiában ez a fogalom komplexebb. Nem csak egy fizikai közelséget értünk alatta, illetve az érzelmeknek az intenzitását, hanem azt is, hogy hogyan gondolkodunk a kettőnk viszonyáról, azt is, hogy milyen különböző viselkedéses stratégiákkal próbáljuk fenntartani a közelséget, és nem is egy minél intenzívebb közelségről van benne szó, hanem egy optimális közelségről, amiben ugye benne van a távolság is. Tulajdonképpen három összetevője van tehát a kötődésnek, ez egy viselkedéses rendszer, egy gondolkodási mintázat, és különböző érzelmeket is magába foglal. Maga ez a mintázat kiskorunkban alakul ki azzal kapcsolatban, amikor itt tapasztalatokat szerzünk arról, hogy hogyan viszonyulnak hozzánk mások. Tapasztalatot szerzünk arról, hogy amikor bajunk van, valami nehéz, akkor anya ott van, és segít megoldani ezt a problémát, segít szabályozni az érzéseinket azzal kapcsolatban, ami éppen nehéz, és szépen fokozatosan megtanuljuk azt, hogy hogyan számíthatunk másokra, illetve hogy mi történik akkor, hogyha felbukkannak különböző érzelmek az életünkben. Ez a mentális modell, hogy én milyen vagyok, és mások milyenek, ez egy olyan valami, amit aztán így az egész életünkben végigviszünk magunkkal. Tehát ebből a két feltételezésből áll össze a kötődéses mintázatunk, abból, hogy magamról mit gondolok, magamban megbízok-e, illetve abból, hogy más emberekben és a világban
meg tudok-e bízni. Van ennek a modellnek egy jó kis ábrázolása, láthatjátok a képernyőn. Ez négy részből áll, van benne a plusz-minusz, plusz-plusz, a mínusz-minusz és a plusz-minusz pozíció. Ezek arra vonatkoznak, amit az előbb elmondtam, hogy saját magához, illetve másokhoz hogyan áll az ember, vagy jelen esetben a gyermek. Plusz-plusz pozíció az, amikor saját magában is bízik, és a világban is megbízik. Ezt a négyes modellt úgy nevezik, hogy ok-kocka, és ez mindig ilyen zavart kelt az emberekbe, hogy de hát mit jelent az, hogy ok, hogy én ok vagyok, meg te ok vagy. Az ok igazából az okéság, az azt jelenti, hogy megbízhatók vagyunk. Nem azt jelenti, hogy tökéletesek vagyunk, hanem azt jelenti, hogy vannak hibáink, viszont valahogy ezekkel együtt is jelen tudunk lenni a kapcsolatainkban, lehet ránk támaszkodni. Fontos ebben a gondolatmenetben az, hogy senki sem vagy csak teljesen jó, vagy csak teljesen rossz. Mindenki valahogy egyszerre jó is, és rossz is. Könnyű ember, és nehéz ember. Mindenki ennek az egybelege valamilyen módon. Ez az okkocka azért is nagyon fontos ebben az előadásban, mert arról is szó van, hogy a gyermeknek a másokba vetett bizalmára is vigyáznunk kell, és erre a mások felé való bizalmára is nagyon figyelnünk kell, ápolnunk azt. Ára van annak, amikor úgy értelmezzük a helyzeteket, hogy ő nagyon jó, és vele semmi baj nincs, csak a többiek gonoszak, rosszak, mert nehéz érzéseket okoztak neki. Legalább olyan fontos tehát segíteni a gyereket abban, hogy másokba tudjon bízni, mint az abban, hogy saját magában tudjon bízni. A következő fontos fogalom az a szinkronicitás. Tulajdonképpen egy egymásra hangolódást jelent, és ez is egy nagyon fontos folyamat az emberek életében. Az emberek, a homo sapiens azért tudott nagyon sikeres lenni, mert hogy megtanult nagyon jól csapatban együttműködni, nagy rendszerekben, a családon fölülálló, annál tágabb rendszerekben is együtt működni. Nagyon sok ilyen mechanizmus van, ami segít összehangolni az embereknek a működését, tevékenységét. Az egyik nyilvánvaló dolog az a beszéd. Megosztjuk egymással azt, hogy mik a szándékaink, mit szeretnénk csinálni, mit gondolunk. Vannak a nonverbális jelek is, ezekre is sokat szoktunk gondolni, hogy ki hogy nézett, valaki ráncolta a homlokát, vagy felhúzta a szemöldökét. De van rengeteg olyan jelzés is, amiről nem is tudjuk, hogy tudjuk. Valahogy egyszerűen csak így ráérzünk. Amikor életünkben először találkozunk valakivel, akkor is a pillanat tört része alatt hatalmas átfogó benyomásunk támad róla, hogy ő hogyan érzi magát, hogyan van éppen, mire lehet szüksége, milyen ember lehet. Ezek olyan információkból táplálkoznak, amik nem biztos, hogy tudatosodnak bennünk. Nagyon sok dolgot leszűrünk a másiknak az apró mozdulataiból, hangszínéből, és az agyunk egyszerűen így rákapcsolódik másoknak az agyára, keresi azt a ritmust, ami ő hozzá hasonló. Nagyon érdekes vizsgálatok vannak arról, hogy amikor két ember beszélget, akkor az idegrendszeri tevékenységük és a hormonális működésük is egy kicsit egymásra hangolódik. Ez azért nagyon fontos kérdés, kiközösítés, illetve beilleszkedési nehézség esetén, mert ezek az apró jelzések, ezek nagyon sokat számítanak abban, hogy kit tekintünk biztonságosnak, kit tekintünk a csoport tagjának. Mi köze van ennek az egésznek a kiközösítéshez? Kiközösítésről nagyon nehéz beszélni, anélkül, hogy beszélnénk egy másik fogalomról, a beilleszkedésről. Amikor belekerülünk egy csoportba, akkor ezt a rengeteg információt nagyon könnyen hangokból, látottakból, szagokból leszűrjük arról a csoportról, és nagyon spontán módon elkezdjük felvenni annak a csoportnak a szokásait, hogy milyen hangerővel beszélnek, miről beszélnek, milyen gyakran beszélnek, hogyan köszönnek egymásnak, és szépen lassan így magunkba isszük ezeket a csoportnormákat. Ha
Hallássérültként ezeknek az információknak sokkal kisebb része jut el a gyerekekhez. Nem biztos, hogy tudják azt, hogy hogyan szokás köszönni egy társaságban. Illetve egyik barátnőm, aki még nálam is kicsit rosszabbul hal, ő már nem annyira hallja azt, amit tőle itt távol beszélnek, abból itt szavakat sem tud elcsípni. És egyszer megkérdezte tőlem azt, hogy Anna egyébként, hogy az emberek miről szoktak beszélni a munkahelyükön, miről szabad beszélni a munkahelyükön. És hát persze nincs erre jó válasz, hiszen munkahelyenként ez nagyon eltérő. Ez, hogy kevesebb információt szűrhet le egy hallássérült gyerek arról, hogy hogyan működik az osztály, miről szabad beszélni. Ez egy kicsit furává tudja tenni mások számára, hiszen olyankor szólal meg, amikor nem kéne, vagy hirtelen mélyebb témáról kezd el beszélni, mint ami abban a közösségben szokás, mondjuk megosztja azt, hogy a szülei hétvégén veszekedtek egymással. Vagy csak úgy valahogy sosem ott van, mint ahol lennie kéne, mert nem állt sorba akkor, amikor sorakozó volt, nem azt mondja, hogy cső, hanem azt, hogy sziasztok. És összességében valahogy nehezebben találja ezt a közös hullámhozt másokkal. Nagyon sok esetben a többi gyereknek nem azzal van problémája, hogy ő hallássérült, nem ez az információ okoz nehézséget, hanem ezek az apró furcsaságok, amik a hallássérülésből fakadnak. Emellett a hallássérülésből fakadóan vannak olyan kis viselkedések, szokások, amiket egy hallássérült gyerek így rendszeresen csinál, és mások pedig ilyet nem nagyon szoktak látni máshol. Én például mindig nagyon éber gyerek voltam, nagyon próbáltam odafigyelni, hogy mi történik körülöttem, emiatt tényleg nagyon sokszor zavarodottnak tűhettem, mert így pillantogattam, hogy na most akkor ki mit mondott. Néha megpörgültem a tengelyem körül, próbáltam ugye minél többet így vizuálisan befogadni a környezetemből, hogy értsem, hogy mi történik. Számos olyan dolog van, ami egy kicsit épp csak annyi ilyen gigszert okoz a beilleszkedésben, amitől az így nagyon nehézé válik. A gyerekek számára ezek a fajta normák sokkal erősebb érvényűek, mint a felnőttek számára. Később jutnak el oda a társas fejlődésben, hogy ezekre lehetőségekként kezdenek tekinteni, vagy elkezdik tudni érteni, hogy valaki miért tér el a szabályoktól. Nem feltétlenül gonoszak azok a gyerekek, akik a hozzájuk képest furcsa viselkedésű emberektől egy picit óckodnak, hanem életkorilag talán teljesen normális az, hogy keresik a szabályokat, keresik, vonzódnak azokhoz, akik könnyen beilleszkednek a csoportjukba. Azért fontos beszélni erről, hogy milyen hallássérülésből fakadó viselkedések, szokások vagy nehézségek akadályozzák a beilleszkedést, hogy meg tudjuk állapítani, hogy mi az, amikor valóban kirekesztésről van szó, tehát arról, hogy a gyerekek aktívan ellenállnak annak, hogy valakit befogadjanak a közösségükbe, és mi az, amikor valami tudatlanságról van szó tulajdonképpen, amikor egyszerűen csak még nem találták meg, hogy hogyan tudják befogadni a gyereket a közösségben. Nem mindegy, hogy a gyerek milyen üzenetet kap arról, hogy ő vele mi történik. Egész más a történet olyankor, amikor kiközösítésről van szó, és amikor így címkézik fel a történteket a szülők vagy a tanárok, hogy ő ki van közösítve. A kiközösítés az a bullyingnak egy ága tulajdonképpen, és nem egyszerűen arról szól, hogy vannak olyan emberek minden csoportban, akik nehezebben jutnak érvényesüléshez, nehezebben hallják meg a hangjukat, hanem egy olyan helyzetről, amikor van egy erőbeli eltérés, valakinek erőfölénye van, és az áldozat nem tud megfelelően védekezni, mert mondjuk a háta mögött beszélnek róla negatív dolgokat,
vagy egyszerűen valahogy nem tud felszólalni a saját védelme érdekében. Nagyon más tehát az, hogy mit közvetít, milyen történetet közvetít a gyermek felé a kiközösítés, mint a beilleszkedés, a beilleszkedés nehézsége. A kiközösítésnél az az üzenet, hogy nem akarunk téged magunk között. A beilleszkedési nehézségnél pedig az, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kezeljünk, nem tudjuk, hogy hogyan fogadjunk be. A kiközösítés esetében hatalmasabb az akadály, egy aktív ellenállást kell leküzdeni ahhoz, hogy a csoporttagja tudjon lenni a gyerek. Beilleszkedés esetén ez az akadály egy kicsit kisebb, kicsit megugorhatóbb, vagy a tudatlanságot kell csak helyre rakni. Egész más érzést kelt a gyermekben ez a kétféle csoportból való kilógás. A kiközösítés egy nagyon nagy kiszolgáltatottságérzést, tehetetlenségérzést és elégtelenségérzést indít el a gyerekben. A beilleszkedési nehézség és hasonló érzelmeket tud előhívni, viszont kisebb mértékben szól egy ilyen fix tulajdonságról, a hallássérülésről, amit ugye nem tudunk megváltoztatni. A másik, amiről nagyon fontos beszélni, hogy minek tulajdonítjuk azokat a történéseket, ami a gyereket éri. Mi az az ok, amért úgy gondoljuk, hogy ő nem tudott beilleszkedni, vagy amért kiközösítették. Általában, amikor valami történik, akkor ezt így értékeljük a szerint, hogy pozitív vagy negatív számunkra, illetve hogy mi magunk okoztuk azt, vagy valami másban keresendő a történteknek az oka. És nem mindig azt találjuk meg magyarázó tényezőként, ami azt valóban tényleg magyarázza, hanem valami olyat, ami nagyon előtérben van, ami aktívan benne van a fejünkben, tehát amitől a legjobban félünk. Mivel egy hallássérült gyermek esetében természetes módon félünk attól, hogy ez hátrányosan fogja érinteni a közösségeiben, hogy emiatt bántani fogják, ezért nagyon könnyen odaugranak a gondolataink, hogy itt azért viselkedtek most a gyermekemmel furcsán, mert ő hallássérült. Valójában egy hallássérült gyerek esetében is ezek a társas történések ugyanolyan komplexek, ugyanannyira sok okból fakadhatnak, és nagyon sokféle tényezőt foglalnak magukba, mint a nem hallássérült gyerekek esetében. Ugyanúgy lehet, hogy szimplán csak valakinek ő nem szimpatikus, ugyanúgy lehet, hogy valamiért más számít menőnek az osztályba, például azok számítanak menőnek, akik fociznak, és nem azok, akik számítógépes játékot játszanak. Hatalmas ennek a helyzetnek a komplexitása, amiben ezekről a kiközösítési, beilleszkedési folyamatokról beszélhetünk. Láthatjátok ezt a halmazos ábrát, amin megpróbáltam kicsit bemutatni azt, hogy milyen tényezők is vannak itt. Van ez a hatalmas csoport, aminek van nagyon-nagyon sok tagja. Mindegyik gyerek a saját érzésekkel, gondolatokkal, félelmekkel, otthon beszekedtek, nem sikerült a dolgozat. Van egy csomó csoport norma és szabály, ami szintén mozgásban tartja ezt a rendszert, és ebben egyetlen tényező a mi gyermekünk. És egy kicsit ránagyítunk a gyermekre, akkor azt látjuk, hogy ő benne is maga a hallássérülés is csak egyetlen tényező, nagyon sok más tulajdonsága van neki. És hogyha még erre a hallássérült részére a gyermeknek erre is egy kicsit rázumolunk, akkor is láthatjuk, hogy van benne egy hallássérült magának a hallássérülésnek a ténye, ami körül ott van egy kicsit nagyobb burok, ami pedig a hallássérülésből fakadó különböző viselkedéseket és nehézségeket jelenti. Ennyire sok tényező
működik, tehát egy helyzetben ennyire sok rétege van annak, ami egy társas folyamatban benne van, és ezek közül igazából bármit választhatnánk az események okának. Ahova nagyon könnyen oda tud ugrani a gondolatmenetünk, és ahova nekem is nagyon sokszor odaugrik a gondolatmenetem, hiszen félek tőle, az az, hogy fú, ez azért van, mert hallássérült vagyok. Miközben nagyon gyakran amiatt van, ami a hallássérülésem körül van, ezekből a viselkedésekből és nehézségekből, amik tényleg a hallássérülésemből fakadnak, de nem bélyegek. Ha arra vezetjük vissza ezeket a dolgokat, hogy a hallássérülés miatt van, akkor az egész történet arról fog szólni, hogy a gyerek vajon értékes-e, értékelhető-e mások számára. Míg hogyha kicsit kitágítjuk a gondolatmenetünket, és bevonunk más tényezőket is, például az osztályközösséget, hogy az milyen, mert nagyon sok embert megtépáz ez az osztályközösség, nagyon sok embert csupolnak, vagy kiközösítenek, és nem a gyermekünk az egyetlen, vagy kitágítjuk a perspektívánkat arra, hogy igen, amikor kapkodja a fejét, az lehet, hogy másoknak furcsának hat, mert nem értik még. Akkor valamilyen olyan magyarázatot találunk, ami megváltoztatható, és a történet nem a gyermeknek egy fix tulajdonságáról fog szólni, ami nem tud változtatni, és ami vajon akkor most elfogadható-e, vagy elfogadhatatlan, hanem egyszerűen barátságosabb lesz a történet. Nem mindegy tehát, hogy hogyan van keretezve a történet, kiközösítésnek, vagy beilleszkedési nehézségnek címkézzük meg ezeket. Ahogy említettem, nagyon sokat számít az, hogy a gyermeknek a másokba és világba vetett bizalmát fenntartsuk és ápoljuk, hiszen ettől tud majd ügyesen és kompetensen felnőtt korában is kérni dolgokat és kezelni konfliktusokat. Így aztán, amikor kiközösítésnek címkézünk valamit, az pont, hogy ezt a bizalmat egy kicsit elveheti. Fontos lehet, hogy akkor beszéljünk aktív kiközösítésről, amikor tényleg erről van szó. Az előbb beszéltem ezekről a különböző rétegekről, hogy van a csoport, amiben van a gyermekünk, gyermekünkön belül van a hallássérült rész, a hallássérült részen belül pedig van magának a hallássérülés tényének a pici kis része. És most még erre a hallássérült részre szeretnék egy kicsit ismét így rá zoomolni, hiszen pont ennek a hallássérült résznek a megértéséről van szó nagyon sok esetben, arról, hogy mennyire érti a gyerek a saját hallássérülését, és a pedagógus meg a többi gyerek mennyire érti ezeket a működéseket. Nagyon sokszor a beilleszkedés félreértések miatt lehet nehéz. Valamiért furcsának látjuk a másikat, nem értjük, hogy miért olyan. Erre az értésre, ahogy mondtam, a kisebb gyermekeknek még nincsen meg a kapacitása, még nem tudják feltérképezni, hogy miért viselkednek mások úgy, ahogy nem tudják egyedül összekapcsolni, hogy mire lehet szüksége annak, aki hallássérült. Ezekre a hiányosságokra és nem értésekre tud jól rávilágítani a Johari ablak, és ez egy olyan eszköz lehet, aminek a mentén fel tudjuk térképezni azt, hogy hol lehet félreértés. Később, amikor a gyermek már elég nagy, ő maga is tud ezzel az eszközzel gondolkodni, mondjuk amikor a munkahelyén nem találja, hogy hogyan tudna egy meetingen hatékonyabban részt venni, el lehet gondolkodni arról, hogy mi az, amit mások látnak a nehézségemből, de nem tudnak mindent, és mi az, amilyen információ nálam van meg. Sokaknak nem lehet egyszerű hallgatni ezt az előadást, mert sokszor elhangzik olyasmi, hogy furcsának tűnhet a gyerek, vagy hogy valami neki nehezebb lehet, tehát, hogy valahogy most így nagyon fókuszban vannak ezek a nehézségek,
amikről annyira szeretnénk, hogy bár ne lennének, annyira szeretnénk, hogy könnyű legyen a helyzet, és ne kelljen nehéz érzésekkel szembesülnie a gyermekünknek. Dilemmás kérdés az, hogy mennyire tudjon a gyermek a saját nehézségeiről, mennyire engedjük azt, hogy szembesüljön a saját határaival, egyáltalán lehet-e benne bármikor is azt az érzést kelteni, hogy ő más a többiek, vagy ezt mindenáron el kell kerülnünk. Szóval ez egy nagyon-nagyon érzékeny terület, és nagyon nehéz ezekről beszélni. Egy gondolatébresztőként szeretnék így bedobni két kérdést, amin így, amikor van időtök, akkor érdemes lehet gondolkodni. Az egyik kérdés az az, hogy milyen lenne beszélni a gyermekkel arról, hogy őt milyennek láthatják mások. Milyen lenne vele beszélni arról, hogy hogyan hatnak másokra a különböző viselkedései, és hogy vannak talán olyan viselkedései, amik szokatlannak hathatnak. Illetve érdemes megkérdezni magunktól, hogy miért lehet rossz az, ha nem beszélünk velük ezekről? Mit veszíthetünk ezzel? Ezeken a kérdéseken azért fontos elgondolkodni, mert arról szólnak, hogy szülőként mi hogyan szeretnénk segíteni a gyermekünket, és hogy milyen szerepet szeretnénk betölteni az ő életében a halálsérülésével kapcsolatban. Segíteni szeretnénk, de nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan. Alapvetően kétfajta segítői hozzáállást tudok elkülöníteni. Az egyik az a védelem és az óvás, a másik pedig a felvértezés. Van ez a mondás, hogy ha valaki éhes, akkor ne adj neki halat, hanem tanítsd meg halászni. Igazából pontosan erről szól ez a két segítői forma is. Az óvó, védő segítségnyújtás az az, amikor halat adunk valakinek. Sokszor erre is nagyon nagy szükség van valójában, tehát a mondásnak nincsen teljesen igaza. A felvértezés pedig az, amikor valakit megtanítunk halászni, megtanítunk különböző dolgokra. A felvértezés esetünkben egyfajta kíváncsiságot jelent, azt, hogy kíváncsian tudunk viszonyulni a nehéz dolgokhoz, és az érthetőség elősegítését is jelenti. Segítjük a gyermeknek, magunknak, másoknak azt, hogy minél jobban érteni tudják a hallássérülést. Ennek a két segítői hozzáállásnak más-más üzenete van. Egyik üzenet sem rossz, mindegyiket a jó szándék vezérli. Sokszor azonban olyan dolgokhoz vezethetnek ezek az üzenetek, amiket nem akartunk. Védő-óvó üzenet egyike az, hogy ne érezd magad rosszul. És persze nem szeretnénk, hogy bárki is, pláne a gyerekünk, rosszul érezze magát. A felvértező üzenet ezzel szemben az, hogy vannak nehéz érzések, amiket együtt le tudunk küzdeni. A rossz érzések kezelhetőek, és nem végzetesek. Ebből így kicsit hallhatjuk, hogy mennyire máshogy áll a nehézségekhez ez a két fajta segítői mód, és érdemes elgondolkodni arról, hogy amikor a gyerek azt érzi, hogy valahogy nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogy ő ne érezze magát rosszul, hogy neki ne legyen nehéz, akkor ez milyen következményekhez vezető benne, milyen szemléletet sajátíthat el a rossz érzésekkel kapcsolatban. Például ezt, hogy azokat nagyon nehéz kezelni. Védő-óvó üzenetek közé tartozik az is, hogy veled nincs semmi baj, másokkal és vagy a világgal van baj. Míg a felvértező üzenet az inkább arról szól, hogy vannak hibáid, ahogy másoknak is, mindenki tökéletlen és mindenki tökéletlenül szerethető. A védő-óvó üzenet sok esetben azt a nem szándékolt jelentést is el tudja indítani a gyermekben, hogy a világ az nem egy biztonságos hely. A védő-óvó üzenet lehet az is, hogy a hallássérülés egy olyan téma, amitől félni kell, amiről nagyon óvatosan kell beszélni.
Még a felvértező üzenet az arról szól, hogy a hallássérülés hétköznapi téma, amiről én magam, a szülő is kényelmesen tudok beszélni, és te is bármikor megközelítheted. Megközelíthető ez a téma emberekkel. Védőóvó szülő igazából az érzéseket próbálja megkímélni, valamilyen érzésektől próbálja megvédeni a gyermeket, a felvértező szülő pedig készségeket igyekszik adni a gyermek kezébe a nehézségek kezelésére. Ezzel kapcsolatban azt a kérdést hoztam egy ilyen gondolatébresztő kérdésnek, hogy ha arról gondolkodtok, hogy mondjuk a gyermeketek már 28 éves, hogy ott mi az, amit onnan visszanézve, amit így megköszönne nektek leginkább? Mi az, amivel most úgy tudtok neki segíteni, hogy az később is hatalmas segítség és előny lesz az ő számára? Arról, hogy milyen fajta segítői hozzáállást szeretnénk képviselni a gyermekünk életében, azért is fontos gondolkodni, mert igazából ő mindig egy kicsit más lesz, mint mások. Akkor is, hogyha nagyon-nagyon ügyes, nagyon-nagyon, akár el tudja hitetni másokkal, hogy neki semmi sem nehéz, és ugyanolyan, mint mindenki más, akkor is kicsit más lesz, mint mások, és sajnos akkor is valószínűleg lesznek olyan emberek az életében, akik negatívan gondolkodnak a sérült emberekről. Adhatunk viszont a kezébe horgászbotokat, amikkel egy kicsit meg tudja tanulni kezelni ezeket a helyzeteket, amiknek a révén el tudjuk érni azt, hogy ne ő sérüljön nagyon nagyot ezekben a helyzetekben, hanem tudja ezeket úgy értelmezni, hogy az önbecsülése nagyjából sértetlen tudjon maradni. Az egyik ilyen horgászbot az a fogyatékos identitás. Ez egy nagyon dilemmás téma, hogy jó-e az, hogyha van valakinek fogyatékos identitása. Kicsit kapcsolódik ahhoz, amiről már beszéltem, hogy valahogy úgy nem szeretnénk, sokszor nem szeretnénk azt, hogy furcsának és másnak érezze magát a gyermek. Valójában a fogyatékos identitás az nagyon sok mindenre jó lehet. Nagyon sok olyan kutatás van, ami megmutatja azt, hogy egy védő funkciója tud neki lenni. A fogyatékos identitás elősegítheti azt, hogy a gyermek tudjon magában bízni. Ugye volt ez a cél, amit az előadás elején elmondtam, hogy a gyermek magában és másokban is tudjon bízni. Na, ez a horgászbot, ez elsősorban a gyermekünkről szól, és a saját magába vetett bizalomról. Természetesen nem mindegy, hogy milyen ez a fogyatékos identitás. Nagyon sok dologtól függ az, hogy ez a fogyatékos identitás, ez tényleg segíti a gyermeket. Például függ attól, hogy egyáltalán ez az identitása nem pozitív vagy negatív. Csak a gyengeségekről szól-e, vagy van benne valamilyen büszkeség, valami olyan elem, ami arról szól, hogy én tudok olyan dolgokat, amiket mások nem. Vannak például, akik boldogan beszélnek arról, hogy fú, milyen jól tudnak szájról olvasni, és ezt egy szuper képességnek tekintik, ami másoknak így nem adatott meg. Vagy például az én fogyatékos identitásomban egy nagyon fontos rész az, hogy a pszichológusi munkámban óriási segítség az, hogy gyerekkoromtól kezdve rosszul hallok, mert a nonverbális jelekre sokkal érzékenyebb vagyok, ami pszichológusként egy igazán hasznos dolog. Fontos az is, hogy a fogyatékos identitás mellett, emellett az elem mellett mennyire vannak jelen más elemek is, például az, hogy tud zenélni, vagy magasra ugrani, vagy ő egy nagyon jó barát, vagy egy nagyon jó testvér, vagy szeret olvasni, vagy rengeteg dolog van, amiből az identitásunk felépül. Az is fontos ezzel az identitás elemmel kapcsolatban, hogy ezt a címkét kapta, vagy választotta. Én 20-pár éves koromban már egyértelműen választottam ezt a címkét, egy hosszú út vezetett odáig, hogy a hallássérülés címkét azt a magaménak érezzem. Kisebb koromban ezt inkább úgy rám sütötték. Én tudtam is, hogy nem hallok, én abszolút az a gyerek voltam, aki nem értette a hallássérülését, és
nem volt körülötte olyan felnőtt, aki igazán hatékonyan tudta volna segíteni, hogy értsem. És azért ez így valami volt, amit így mondtak rám, meg én is tudtam, hogy van, de nem volt az enyém. Ezért is ennyire fontos számomra egyébként ez a téma, hogy segítsünk a gyereknek érteni ezeket a dolgokat. És amit picit ebben a pontban is érintettem már, az is nagyon sokat számít, hogy mennyire a gyermek alakítja ki ennek az identitásnak a tartalmát. Tehát, hogy mennyire olyan dolgokat jelent a hallássérülés, amit így a magáénak érez. És nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy maguk ezek a címkék nem csak bélyegek, hanem igazából egy csoporthoz való tartozást jeleznek. A hallássérült vagy a fogyatékos címke nem csak elválaszt emberektől, hanem valakikhez hozzá is kapcsol minket. És hogyha van egy olyan közösség, akihez ez tényleg hozzá tud minket kapcsolni, vannak sorstársak, akikkel találkozunk, látjuk, hogy igen, léteznek ezek a hallássérült emberek, és tök jó fejek, akkor már is egy sokkal pozitívabb funkciója van ennek a címkének, mint hogyha csak ránk sütötték. Mi lehet a hátránya annak, hogyha nincsen fogyatékos vagy hallássérült identitása egy hallássérült gyermeknek? Képzeljük el azt a helyzetet, hogy kosarazni tanulunk, és valahogy egyszerűen nem megy jól, nem tudunk kosárra dobni, nem tudunk senkit kicselezni, közünk nincs a játékhoz, és nem értjük, hogy miért. És valamikor évek múlva egy felvételről visszanézve azt látjuk, hogy mindenki más egy méterrel magasabb volt, mint mi. És nem értettük, hogy mi történik. Hirtelen értelmet nyert, hogy túl alacsonyak voltunk ehhez a játékhoz. De ez csak évek múlva derül ki, és ott abban a pillanatban keressük az okát annak, hogy hát mi miért vagyunk ennyire ügyetlenek, és mások miért ilyen ügyesek. És nagyon sok olyan okot találhatunk, ami arról szól, hogy mi nem vagyunk elég jók. Nekem például nagyon soká derült ki az, mert számomra soká derült ki az, hogy angolul azért tanulok nehezebben, mert hallássérült vagyok, és nem azért, amit sokszor a tanáraim gondoltak, hogy lusta vagyok, vagy egyszerűen nincs olyan jó nyelvérzékem, mint a testvéremnek. A hallássérüléssel kapcsolatos tudatosságnak és annak értésének tehát énvédő funkciója lehet. Nagyon sok esetben pont, hogy meg tudja védeni a gyermeket attól, hogy a személyiségére és az általános képességeire vezessen vissza dolgokat. És segítheti abban, hogy reálisabb képet kapjon a saját képességeiről. Hogyan tudunk tehát ilyen jófajta, énvédős, fogyatékos identitást, horgászbotot adni a gyermekünknek? Tulajdonképpen a kíváncsisággal. Beszélgethetünk a gyermekünkkel arról, hogy hogyan működik a hallása, megnézhetjük együtt a hallás görbéjét, hogy az mit jelent, beszélgethetünk vele arról, hogy volt-e már olyan helyzet, ahol ezt hátránynak érezte, de hogy volt-e olyan helyzet, amikor ezt kifejezetten előnynek érezte, segíthetjük észrevenni a hallásának az apró működéseit, hogy jelezzük neki, hogy azt hittem, hogy nem fogod hallani, hogyha a konyhából szólok neked, vagy hogyha itt csörömpölök, és ezen meglepődtem. Vagy hogy na, milyen jól jön, hogy tudtál olvasni apa szájáról. Nagyon sok pozitív és a képességekre pozitívan utaló megjegyzést tudunk tenni, és ezzel is behozni egy ilyen állandó, tulajdonképpen folyamatosan mindennapi életünkbe zajló beszélgetésbe a hallássérülés tényét. Nem kell, hogy ez állandóan jelen legyen, ahogy egyetlen hallássérültnek sincs mindig jelen a fejében az, hogy ő hallássérült. Kontextustól függ az, hogy mikor, mennyire gondolunk erre, viszont ezek az apró megjegyzések, az, hogy néha erről beszélünk,
egy ilyen tanító momentum keretében egy kicsit behozzuk ezt a témát. Ezek biztosítják azt, hogy ez ne tabu legyen, és egyre többet értsen a gyermek a saját működéséből. Fontos lehet, hogy a gyermeknek nem azt kell megtanulnia, hogy ő tökéletes, hanem azt, hogy amikor nehézségei vannak, vagy valami nem megy, azaz tökéletlen, őt akkor is lehet szeretni. Ebben egyébként szülőként is nagyon jó példát tudunk neki mutatni. Van ugye az elég jó szülő fogalma, amivel néhányan már lehet, hogy találkoztatok, ami arról szól, hogy nem tökéletes vagyok, van, amikor véletlenül rákiabálok a gyerekre, vagy valahogy nem jól járok el, viszont aztán ezt próbálom helyrehozni, próbálok felelősséget vállalni, és értelmezni a gyerek számára a helyzetet. Most nagyon ideges voltam a munkám miatt, úgyhogy kijöttem a sodromból, ne haragudj, hogy rád kiabáltam. És ezzel megtanítjuk a gyermeket arra, hogy hibázunk, és valahogy mégis okék vagyunk, mégis oké a kapcsolat, mégis van szeretet, és biztonságban is érezheted magad, mert elmondtam, hogy ez miért történt, és miért nem fog máskor ilyen történni. A lesérült gyerekek esetében nagyon fontos a pihenés és a fáradás kérdésköre is. Nagyon könnyen, talán könnyebben, mint mások fáradnak el, és tulajdonképpen ez is a fülük működéséhez hasonló megfigyelést igényel. Az ő esetükben még fontosabb az, hogy tudják, hogy éppen hogyan vannak, hogyha már pihenésre vagy szünetre van szükségük, és ezeket a megfigyeléseket is szülőként mi tudjuk modellálni az ő számukra. Ezekkel az apró megjegyzésekkel, amikor szólok, hogy én ma már fáradt vagyok, lehet, hogy ma mégsem dolgozok tovább, vagy inkább holnap porszívózok ki, vagy hogy lát egy ilyen gondolkodást a pihenés és a munka egyensúlyáról a gyermekünk. A fogyatékos identitás, a pozitív fogyatékos identitás kialakítása, illetve ez a kiegyensúlyozott énkép, amiben beleférnek a hibák és a tökéletlenségek is, ezek, amint említettem, egy horgászbot, azaz azok közé a készségek és eszközök közé tartozik, amelyekkel a gyerek tudja kezelni az őt érő nehézségeket, a kiközösítést és a negatív visszajelzéseket. Az első felvértezős dolog pecabol, tehát a fogyatékos identitás volt. Most pedig a másikról szeretnék beszélni, ami az úgynevezett mentalizáció. A mentalizáció már jobban arról szól, ami így az okkockában is benne van, tehát hogy már nem csak a gyermek saját magába vetett bizalmáról, saját önbecsüléséről, hanem az ő és mások viszonyáról szól. A mentalizáció azt jelenti, hogy másoknak szándékokat, gondolatokat és érzéseket tulajdonítunk. Amikor beszélgetünk velük, akkor elgondolkodunk arról, hogy hogyan érezhetik magukat, miért csinálhatják éppen azt, amit csinálnak, és általánosságban így próbálunk beleérezni abba, hogy hogyan vannak ők. Ez a fajta működés egy nagyon fontos eszköz lehet abban, hogy arról a kicsi hallássérült szeletről és a gyermek személyéből fakadó tényezőkről levegye a fókuszt, és kitágítsa az egész komplex társas helyzetnek a figyelembevételére. Segít abban, hogy a gyermek ne csak magában keressen okokat, hanem tudja értelmezni mások viselkedését, azt, hogy mások viselkedései mögött különböző érzelmek, szándékok állnak, és hogy nem csak ő vagy az ő hallássérülése vezet különböző helyzetekhez. A mentalizációs készségek, tehát az, hogy jól tudjuk felmérni, hogy kinek milyen szándékai és érzései vannak, két dologra nagyon hasznos. Egyrészt, amit, ahogy most elmondtam, arra jó, hogy jó helyen keressük az okokat a különböző helyzetekben. A másik haszna pedig az érzelemszabályozás.
Aki jól tud mentalizálni, az a saját érzelmeihez is jól tud viszonyulni, könnyen meg tudja állapítani, hogy hogyan érzi magát, és ezek az érzések pontosan miből is fakadnak, honnan jönnek, és mit mondanak el az ő személyiségéről. Hogyan segíthetjük a gyermekünket abba, hogy ez a mentalizációs készségük, ez minél jobb legyen, minél inkább tudjanak ehhez nyúlni a nehéz helyzetekben. Az első lépés az az, hogy elkülönítjük a saját érzéseinket és gondolatainkat az ő érzéseiktől és gondolataiktól, hiszen maga a mentalizáció is erről szól, hogy én tudom, hogy neked más gondolataid és érzéseid vannak, mint nekem. Minden alkalommal, amikor kicsit elkülönítjük azt, hogy én hogyan érzem magam, és te, mint a gyermekem, érezheted magad máshogy, abban segítjük, hogy rájöjjön, hogy neki saját érzései vannak, és más emberek pedig teljesen máshogy lehetnek benne egy helyzetben, mint ő. Éppen ezért meghívnálak titeket arra, hogy gondolkozzatok arról, hogy amikor arra gondoltok, hogy beilleszkedés, vagy hogy kiközösítés, akkor milyen érzések támadnak bennetek, milyen félelmeitek vannak, illetve gondolkozzatok arról is, hogy ugyanezek a dolgok mit mozgatnak meg a gyermeketekben. Mi lehet az ő számára beilleszkedés, és mi lehet az ő számára kiközösítés? Sokszor előfordul, hogy például más habitusú a gyermekünk, mint mi magunk, például félénkebb, és teljesen elégedetten van jelen úgy egy osztályban, hogy csak egy barátja van neki. Erre a gondolkodásra kaptok majd egy kis munkafüzetet, amit empátia térképnek neveznek, és ez segíthet így feltérképezni azt, hogy te és a gyermeketek hogyan gondolkodtok, hogyan éreztek ezekről a dolgokról. Még egy fontos dolog, amit szét kell szárazni ebben a én érzéseim, gyermek érzései témában, hogy ráadásul szülőként nekünk a gyermek érzéseivel kapcsolatban is vannak érzéseink. Próbáljuk ugye elkerülni azt nagyon sokszor, hogy ő rosszul érezze magát, hiszen az fáj nekünk, sok esetben pedig, amikor valamilyen nehéz érzése van a gyermeknek, akkor úgy érezzük, hogy nem voltunk elég jó szülők, nem tudtuk őt megvédeni. Nagyon nehéz tehát teret adni sokszor a gyermek érzéseinek, nagyon nehéz tényleg megengedni neki azt, hogy ő azt érezze, amit ő éppen érezni szeretne, és ezzel okék legyünk. Kicsit kapcsoljunk vissza oda, hogy ez a fajta félelem a védő, óvó, segítő hozzáállásból fakad, amikor szeretnénk valahogy így megóvni a gyermeket attól, hogy ne legyenek nehézségei. Az igazság az, hogy amikor reagálunk arra, hogy a gyermekünk rosszul érzi magát, amikor elismerjük azt, hogy ez tényleg egy nehéz helyzet, és látjuk, hogy szomorú, azzal valójában megerősítjük őt. Fejlődik tőle az önismerete, fejlődik tőle a saját magába vetett bizalma, hinni fog saját magának, hogy amiket ő érez és gondol, azok valódi, értelmes reakciók a világra. És egyszerűen erősebb lesz attól, hogy látta azt, hogy rosszul érzi magát, elismertük, hogy rosszul érzi magát, és nem omlott össze a világ, mert a rossz érzések nem végzetesek. Az első lépés tehát a mentalizáció megtanulása és gyakorlása felé az ez, hogy elkülönítjük az érzéseinket a gyermekétől, és néha így jelezzük is számára ezt a különbséget. Ugyanígy nagyon sok helyzetben tudjuk modellálni számára ezt a gondolkodást, ezt a mások érzéseiről való gondolkodást. Nagyon sok mese, filmnézés, de akár hétköznapi családi beszélgetések a rokonokról is jó alkalom arra, hogy
néhány emberrel kapcsolatban beszéljünk arról, hogy hogyan érezhette magát a szóban forgó helyzetben. Beszélhetünk Mici Mackó érzéseiről, szándékairól, vagy a nagypapa érzéseiről. Minél több ilyet hall a gyermekünk, annál többször fog benne is kíváncsiság ébredni mások szemszögére és gondolataira. Azért jó ez a fajta kíváncsiság, mert ahogy már volt róla szó, ez egy hatalmas védőerő tud lenni a nehéz helyzetekben. Amikor támadás ér minket, kicsit kevésbé oda ugrik az agyunk, hogy miért vagyunk mi rosszak, hogyan fakad ez a rossz reakció mi belőlünk, és kicsit többször gondolunk arra, hogy biztosan rossz napja van annak, aki rosszul reagált ránk. Egy kicsit szeretnék visszatérni a kötődés fogalmára. A kötődési mintázatunk befolyásolja azt, hogy mennyire tudjuk külön kezelni a saját érzéseinket másokétól, és azt is, hogy egyáltalán mennyire vagyunk képesek felismerni a saját érzéseinket. Biztonságos kötődés akkor alakul ki, amikor valóban a gyermek szükségleteire reagál a szülő, amikor nagyjából jól tudja belőni, hogy hogyan érezheti magát a gyerek, azt az érzést egy kicsit visszatükrözi neki, megerősíti, illetve amikor éppen a gyermek nem vágyik közelségre, hanem éppen nyugalomra vágyik, vagy a világnak a felfedezésére vágyik, azaz arra, hogy eltávolodjon a gondozótól, akkor pedig erre a szükségletre reagálva biztosítja a szabadságot. Biztonságos kötődésben tehát benne van a különbözőségnek a szabadsága, az eltávolodásnak a szabadsága. Annak a szabadsága, hogy lehetek máshol, és érezhetem magam máshogy, mint a gondozóim. Hogyha a kötődést és a kötődést kialakító folyamatokat egy ábrán kell ábrázolni, akkor az egy kör alakú, ciklikus ábra lenne, és van is egy ilyen kis ábra, amit megmutatnék nektek. A biztonságos kötődés körének hívják. A felső körön látjuk azt, hogy a gyermeknek arra van éppen szüksége, hogy felfedezze a világot, fáramásszon, élhesse a kis kompetens életét. Míg az alsó körön azt látjuk, amikor valamiért vissza szeretne térni éppen a gondozóhoz, éppen arra az érzelmi közelségre van szüksége ismét. Ez a fajta ciklikusság jellemzi tehát azt a kapcsolatot, amire a biztonságos kötődés felépül. Igazából ezek az igények a gyermek részéről, hogy eltávolodni szeretne, közel lenni szeretne, ezeket nagyon nehéz mindig eltalálni, illetve minden szülőnek valamelyiket egy kicsit nehezebb biztosítania. Főleg, hogyha hallássérült gyermekről van szó, akit talán még jobban féltünk, hiszen még sérülékenyebbnek tűnik, mint a többi gyerek, nehéz lehet ezt az eltávolodást megengedni. Biztonságos kötődés nyújtásában mindenkinek vannak kihívásai. Van, akinek könnyebb érzés az, amikor a gyermeke éppen eltávolodik, és azzal van nehezebben, amikor éppen segítséget kér, szomorú, nehéz neki látni a gyermeke szomorúságát. Vannak olyan szülők, akiknek meg pont fordítva éppen az a nehéz, hogy elengedjék a gyermeküket felfedezni a világot. Biztonságos kötődés bármennyire is nehéz, de megengedi azt, hogy a gyermek éppen abban legyen, amiben ő természetes módon benne van. Azaz megengedem, hogy mások legyenek a szükségletei és az érzései, mint amik nekem éppen vannak. Összefoglalva, így gyors talpalóban a mentalizáció, tehát mások érzéseinek és gondolatainak értelmezéséről szól, és ezt leginkább azzal tudjuk segíteni, hogyha szabadságot biztosítunk a gyereknek arra, hogy a saját érzései meglegyenek, és arra, hogy külön tudja kezelni a saját érzéseit, gondolatait a miénktől. Sok mindenen átmentünk ebben az előadásban.
A kötődéssel kezdtem az előadást, és célként jelöltem meg az úgynevezett okkockának a plusz-plusz részét, vagyis azt a helyzetet, amelyben a gyermek saját magában és a világban is bízni tud. Beszéltem aztán a szinkronicitásról, arról a mechanizmusról, ami segíti az embereket abban, hogy csoportokba verődjenek, és hogy beilleszkedjenek különböző csoportokba. A szinkronicitás kapcsán aztán behoztam a beilleszkedés témáját is, hiszen nem mindig kiközösítésről van szó, és nem mindegy, hogy kiközösítésként vagy beilleszkedésként keretezzük azt a történést, ami a gyerekünkkel megesett. Ezután érintettem az oktulajdonítás témáját, hiszen az sem mindegy, hogy milyen okoknak tulajdonítjuk a történéseket. A komplex helyzetet vesszük figyelembe, vagy pedig a helyzetnek egy sokkal kisebb részét, és a hallássérülést okoljuk. Ennek kapcsán eljutottunk oda, hogy miért fontos érteni a hallássérülést és annak a hatásait. Nehéz ezekről beszélgetni a gyermekünkkel, de nagy haszna lehet a felvértező szülői hozzáállás olyan eszközöket tud adni a gyermek kezébe, amelyen az őt érő nehézségeket tudja kezelni. Az egyik ilyen eszköz, PECABOT, a fogyatékos identitás volt, a másik pedig a mentalizáció, a másokról való gondolkodás. Ezek mind olyan eszközök, amelyek a világ érthetőségét segítik, és ennek következtében pedig a világban való biztonságosság érzést tudják segíteni. Az előadás talán egyik legfontosabb tanulsága az lehet, hogyha a hallássérülést nem kezeljük tabuként, nem egy félelmetes tárgy, ami a gyerek sérülékenységét jelenti, hanem kíváncsisággal, felfedezően, kalandozóan tudunk hozzáállni, az rengeteg erőt adhat a gyermek számára. És egyébként éppen ezt a kíváncsiságot érdemes erősíteni a gyermek közösségeiben is, amit a pedagógussal együttműködésben, az iskolapszichológussal együttműködésben kicsit be tudunk hozni az osztályterembe, nem is feltétlenül a hallássérülés kapcsán, hiszen rengeteg mentalizációs tréning szól sokféle érzésről, másságról, és ezeket a tréningeket el tudjuk vinni az osztályterembe. Az eddig elhangzottak kapcsán lenne egy feladat, amit meg tudnánk csinálni együtt, és nektek is hasznos lehet, hogy láthatjátok más szülők gondolatait a témában. Ehhez a feladathoz a chat felületen megadott linkre kell kattintanatok, és ott fel fog ugrani egy ablak, ahol be tudtok írni 3 szót. Mert látjátok a kérdést is ott leírva, de arról kell, hogy szóljon ez a 3 szó, hogy mi jut eszetekbe arról, hogy kiközösítés. És az előadás után a videószobában találkozunk majd és megbeszéljük. Köszönöm, hogy figyeltetek, és szerintem nagyon fontos dolog az, hogy ennyire tudatosan igyekeztek a gyermeketeket a hallássérülésében segíteni.